volt egy válogatónk, Nagy Kanizsán, ezt minden évben megrendezik ezt a világbajnokság válogatót, enélkül nem juthatsz ki a World Finals-re. Nagy Kanizsán rendezték idén meg, ö, oda mentünk el, és onnan jutottunk tovább. Hány koreográfiával jutottatok tovább? 19 at vittem, négynek nem adott a zsűri lehetőséget, amivel egyet is értettem, technikai, illetve más ö, hibák miatt, illetve nagyon kicsiket vittem, és ők még nem voltak ö, szerintem készek a világbajnokság, de megpróbáltuk, úgyhogy ő, 19 koreográfiával kijutottunk. Mennyit készültetek erre a versenyre? Hát megmondom neked őszintén, hogy minden verseny nagyon sokat szoktunk készülni. Itt voltak a kicsiktől elkezdve nagyokig mindenki minden nap ö, több órát, mint technikailag, szellemileg és lelkileg ö, fel kell őket erre készíteni, tehát nagyon sokat, nagyon sokat készültünk rá. Hány gyerekkel mentetek ki Horvátországba? Meglepő, mert három éve, amikor kijutottunk, 43 gyermeket vittem, és idén is 43 gyerekkel ö, tudtam kijutni, úgyhogy 43 gyermek voltak itt, vittem magammal a minitől egészen a senior korcsoportig kijutottunk, a manó korcsoport nem jutott ki. Igazából, amit még meg is értek, mint az előbb ugye említettem, mert ők még nagyon picikék, és még rengeteg dolog vár rájuk, de a minikorcsoport is kijutott, és nagyon sikeresen versenyeztek. Milyen eredményekkel zártátok a VB-t? A 19 koreográfiámból elmondom, hogy milyen helyezettek lettek, mert nem csak ugye jó eredmények születtek, de ezek is jók valójában, mert nagyon nívós volt a verseny. Összesen 7000 gyermek volt, aki megbértette magát, 24 országból, tehát rengeteg versenyző volt, és egy kategórián belül is nagyon sok számban léptek fel a gyerekek, tehát nem az volt, hogy mondjuk kettőből lettek elsők, vagy másikok, hanem tényleg ilyen 20-30 indulók voltak. 19 koreográfiából lett egy 18. helyezettem, egy 17. Egy 14. egy nyolcadik, egy hetedik, egy hatodik, egy ötödik, lett két harmadik, négy darab ezüstérem és hat darab világbajnoki aranyat hoztunk haza. És ezek között, az aranyak között a kisebbek is szerepeltek, vagy inkább csak a nagyobbak? Nem, szerepeltek. Úgyhogy a kicsik is a minikorcsoportban csoportban világbajnokok lettek a Hungarian Dance, a magyaros civil koreográfiával többek között, úgyhogy nekik is nagyon nagy elismerés jár. Vikor Zsófia Sára egyéni produkcióval gyermekkorcsoportban, National Folkló kategóriában aranyérmes lett. Ez nagyon nagy dolog, igen, Zsófi ügyes volt nagyon. Akkor a junior korcsoport a Gypsy Dance a be a különleges számára adott produkció ugyanúgy aranyérmes lett. Akkor a Rangilo, az a keleti táncunk, amit már többször látott ugye a néző, illetve a háborús koreográfiám és a bohócos koreográfiám is aranyérmes lett. Mi alapján pontozott a zsűri? A szakmai zsűri mindig több szempont alapján pontoz. Nagyon fontos, hogy ugye gyereket erre fel kell itthon készítenem. Tehát nem csak a technikai részét nézik, hanem nézik a művészi hatás részét. Ugye amikor a felmegy a gyermek a színpadra, már a karaktert, amit alakít, már akkor kell hozni, amikor belép a színpadra, hogy a ruha összemegy a zenével, a koreográfiával, összhangban van a történet, akkor pontoznak technikailag, hogy az előbb mondtam, ugye, hogy mennyire precíz, pontos egy-egy ugrás, mennyire van a koreográfia egybe, mennyire van összhangba az ugrásokkal. Tehát ez, ez, egy összetett dolog igazából, illetve van ugye az összesítés, ami mindent egybenéz. néz. Úgyhogy ezeket a szempontokat szokták figyelembe venni. De a legfontosabb az, hogy ö, szerintem, amit most ugye észrevettem idekint, hogy a kreativitás legyen nagyon túlsúlyba. Tehát kreatív a koreográfia, ne az, hogy amit már 26. Ö, zenét hallják, 26. koreográfiát, ugrást látják, hanem legyen különleges, amitől más, mint a többi. Tehát azt vettem észre, amikor ugye előre rohanok mindig a, backstage-ből a gyerekeket megnézni szemből, mert onnan látom a hibákat, illetve az, hogy mennyire jól teljesít a gyermek. Mindig azt vettem észre, hogy a zsűri, amikor a mi zenéink, illetve lányaim, fiaim mozdultak, meg felkapta a fejét. És itt meg kell külön említenem, hogy a, van az a háborús koreográfiám, a The Lost Soldier, ami ugye most világbajnok lett. Nekem a szülők jelezték, hogy nézzek hátra, mert a három vagy négy zsűri állva nézte végig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a gyerekeim különlegesek, és itt is, itt is, itt is megmutatták, hogy mások, mint a többiek. Volt ö, olyan, amivel nem értettek együtt a zsűri véleményével? Ö, nem, kint nem. Itthon volt egy szívfájdalmam, ami nem jutott ki egy koreográfiám, amit nem értek a mai napig, mert az értékelésben nem kapott, ugye ilyenkor megkapjuk utólag az értékelés, és nem kapott ö, olyan súlyos, tehát nem vitattak a gyerekek súlyos hibákat, hogy nem jutottak volna ki ezzel a koreográfiámmal. Ez egy kicsit szívfájdalom, de hát fejet kell hajtani a zsűri véleményet. nem hiába ülnek ők ott a széken volt több magyar csapat is a vb n vagy egyedül ti képviseltétek Magyarországot? Nem, több barátunk is sikeresen kvalifikált a vb re velük nagyon jobb barátságot, illetve kapcsolatot ápolunk évek óta, úgyhogy együtt erősítettük a magyar mezőnyt, többen is voltak, igen. Sikerült szorosabb kapcsolatot létesíteni más külföldi táncsoportokkal is, esetleg barátságot, megbeszélni a tapasztalataitokat, hasonlókat? Megmondom őszintén, hogy idén nem igazán volt rá idő, három évet több ö, idő jutott ezekre a dolgokra, de idén nagyon pörgős volt a verseny. Ö, igazából így szimpatizáltunk mindenkivel, a dél különösen jobban vagyunk, már igazából három éve is így volt. Nagyon hangulatos egy társaság, de nem volt rá most idő, tehát annyira pörgős volt minden kategória, hogy jöttünk, mentünk, hajcsinálás, mink, és már színpadon is voltak a gyerekek, tehát nem volt sok időnk most a barátkozásra, de nagyon kedvesek a táncosok egymással, tehát annyira más közeg, annyira érezni, hogy a táncos szív az mindig együtt dobban, hogy hihetetlen. És mennyi idő alatt zajlott le ez az egész verseny? Több napos volt, vagy egy nap alatt lezajlott az egész? Nem, több napos volt. Ugye kedden indultunk mi este, szerdán már elkezdődtek a versenyünk, és vasárnapig tartott. Tehát még vasárnap is versenyeztek a gyerekeim. Minden kategória más napon van, meg korcsoportokra bontották most őket, tehát több napig tartott a verseny. Volt időtök a bajnokság után egy kicsit pihenni Horvátországban, körülnézni, strandolni egy kicsit, a lányok is, hogy szuszannjanak? Hát utána nem, mert ahogy megvolt az és jöttünk is haza. Közben, hát egy-egy nap, de inkább azt mondom, hogy pár óra, mert minden nap jutott nekünk valami olyan széles skálával indultunk most a kategóriákban, hogy nekem például én egyszer merítettem bele a tengerbe a lábamat, illetve egyszer medencéztem, és semmi több, mert ugye nekem ilyenkor rohanásod kint az élet. De a gyerekek tudtak medencézni, ugye minden szállodában volt saját medencé, ugye egy kicsit azért élvezhették is a dolgot, igen. Akkor a szülők, akik kísértek titeket, azok felügyeltek így a gyerekekre köz? Igen, és rengeteget segítettek. Tehát e, tényleg e, egy rossz szavam nem lát, és most is itt szeretném megköszönni nekik ezt a rengeteg támogatást, meg segítséget, mert a, a frizurákban, a sminkekben, terelgetésben a gyerekek mindig megnének, ugye voltak, akik ugye szülők nélkül érkeztek, és azért több figyelmet igényelnek, e, nagyon sokat segítettek. Úgyhogy köszönöm szépen nekik. Hogyan ünnepeltétek meg az eredményeket? Hát még sehogy. Megmondom őszintén, hogy még mindenki piheni azt a pár napot, mert tényleg nagyon húzos, ilyenkor korá reggeltől nekem késő esteig tart. Fogunk egy ilyen évvégi, ezt még nem tudják, ezt titok, de egy ilyen évvégi záró kis bulit rendezni, ahol nagy tapsot fognak kapni, elismerést, egy kis ajándéka fogok neki kedveskedni, de hát ugye nem állunk meg, mert én nyáron is tartok edzéseket, úgyhogy megyünk tovább. És mi a következő cél, amire készültek? Megmondom neked őszintén, hogy van egy kisebb titkom, én készülök egy hosszabb idejű sóra, amikor egy órát fog majd takarni, azt kezdem el felépíteni az alapoktól, illetve majd a novemberi itthoni őszi kupákra készülünk. Most idén már nem megyünk külföldre, mert ez elég volt minden téren. A mostani tapasztalataitok alapján és a siker alapján tervezitek még, hogy mentek a világbajnokságra? Igen, szeretnénk mindenképpen, mert a, a, a nívós versenyen a sok koreográfiából, a rengeteg tehetséges táncosból, hiába tudom, hogy számomra az enyémek ugye a legjobbak, de nem vagyok elfogult, és nem számítottam rá, hogy ilyen eredmények születnek, úgyhogy nekem is meglepetés volt, de mindenféleképpen fogunk még részt venni rajta lassan már minden évben szoktatok Dance Action tábort tartani itt a közösségi házban. Tervezitek idén is, hogy esetleg vendégül láthatunk benneteket pár hétre. Igen, úgy nyárnám nem zárodhat le, hogy a Dance Session tábor jön létre. Nagyon fontos esemény az évben a csapat számára, mert vendégkoreográfusokat hívok ilyenkor ebben az egy hétben, ami ugye mindenképpen építő jellegű a gyerekek számára. Most is rengeteg koreográfuson és nagyon híresek és nagyon tehetségesek, úgyhogy idén is fogunk itt tartani a Pétfődői Közösségi Házban.